A Magyar Nemzeti Kereskedő Házagazdaság együttműködések dinamizálás érdekében most indítja útjára a határon túli Export Akadémia képzési sorozatát. Az elmúlt egy évben azt gondolom, hogy nagyon sok olyan esemény és konkrét üzleti lehetőséget tudtunk hozni, legyen szó élelmiszeripari vállalkozóról, fémmegmunkálásról, vagy akár távfőrendszer telepítésről, amiben már azt tudom mondani, hogy az egy évvel ezelőtti itt létemkor ígérteket elkezdtük teljesíteni, és nagyon nagy perspektívák vannak ezekben az együttműködésekben. Az Export Akadémia részvei többek között a sikeres külpiacra lépés és egy szükséges üzleti stratégia kialakításáról, a jelenleg hatályos EU-s vám és szállítmányozási szabályozásokról, valamint az export tevékenységben rejlő lehetőségekről és kockázatokról tájékozódhatnak. Én azt remélem, hogy ez egy szerves kapcsolódás, ugyanis ahhoz, hogy a vállalkozások előre tudjanak lépni, ahhoz egyrésztről pénzre van szükségük, hogy fejleszteni tudjanak, de a fejlesztésnek van egy másik eleme is, amelyik nem pénzben mérhető, hanem tudásban és tapasztalatban mérhető. Ilyen szempontból tartozik a két dolog szervesen egybe. Szabadka a most induló Export Akadémia képzési sorozat első állomása.